Sziasztok! Az idei év igazán különleges a Juhász Gyula pedagógus képzőkar életében. A főiskola teljes arculatváltáson ment át. A kar kommunikációs irodájának vezetőjével Forró Lajossal fogok beszélgetni ma. Szia Lajos! Milyen változások történtek idén a karon az arculatot illetően? Igazság szerint a tavaly éve fogalmazódott meg, amikor hivatalba léptem a karon, mint kommunikációs vezető, hogy meg kell egy picit reformálni, meg kell egy kicsit változtatni az arculati kézikönyvet. Egyrészt időnként illik frissíteni egy ilyen kézikönyvet, másrészt pedig voltak olyan változások, amelyek kitukoltá is tették ezt az arculatváltást, egy új logót terveztettünk a kar számára, amely az én véleményem szerint jobban kifejezi azt az üzenetet, amit egy logónak ki kell fejeznie. És hát elindult maga a folyamat, mert én azt gondolom, hogy egy minden egység, minden vállalat számára, de ugyanúgy a kar számára is, a főiskola, az egyetem számára is nagyon fontos egy egységes arculattal való megjelenés, hiszen ha jobban belegondolunk, akkor egy arculat az már maga a reklám. Tehát abban a pillanatban, hogyha valaki ránéz egy letisztult arculattal készült bármilyen szórólapra, anyagra, akkor azonnal tudja kötni az adott intézményhez, és ezért tartottam legfontosabbnak, hogy egy egységes a kar színeit, szimbólumait tartalmazó arculati kézikönyv megszülessen. Említetted azt, hogy ugye elkészült ez az arculati kézikönyv. Tulajdonképpen itt a karon kik számára készül ez az arculati kézikönyv, vagy kik fogják megkapni ezt az év során? Hát én azt gondolom, hogy egy arculati kézikönyvnek akkor van jelentősége, akkor van egyáltalán értéke, akkor ér valamit, hogyha azt egységesen az adott intézményen belül mindenki használja. Nyilván mindenkinek testre szabottan kell megkapni ezeket az anyagokat, hiszen azért nem várhatjuk el, hogy az oktatás mellett profi grafikusok üljenek mindenütt. Az a lényege, hogy minden olyan kiadvány, minden olyan levél, szóróanyag, ami kikerül a karról, az ebben az egységes arculatban valósuljon meg. Éppen ezért maga az arculati kézikönyv az mindenki számára elérhető lesz a karon. Testre szabottan meg fogják kapni az intézetek a maguk arculati kézikönyvét, nyilván a saját címükkel, saját esetenként saját logóval, színekkel is, mert azt itt is beépítjük nyilván. És ott kitérnék arra, hogy fontosnak tartottuk, amikor az arculati kézikönyv született, hogy bizonyos egységek igényeit is kielégítjük. Nyilván más kell, hogy legyen egy egységes arculati kézikönyvben a hallgatói, vagy a hallgatókhoz szóló történet, ami egy jóval szabadabb, egy jóval nyitottabb dolog kell, hogy legyen, mint mondjuk egy hivatalos dékáni üdvözlőt, vagy bármi ilyesmi. És ez nagyon fontos, hogy ezt így is tettük meg az arculati kézikönyvben. Egyébként maga az egész arculati kézikönyv egy kicsit arra utazott, hogy ezt a modern világot, ezt az állandó változó világot is magába foglalja, hiszen esetenként olyan információs csatornákra készülő anyagokat, mint mondjuk a jelenleg a legnagyobb közösségi portálok, ott azért elég szabadon engedtük magának az arculat használatát. Tehát, hogy próbáltunk egy olyan összetett arculati kézikönyvet tenni, amit az egész intézmény, az itt dolgozó és hát valahol a hallgató önkormányzattal együtt az itt tanulók is használnak, nyilván nem a saját egymás közti levelezésben, és nem a hivatalos, természetesen csak is a hivatalos iratokban, a hivatalos hirdetésekben használjuk ezeket a logókat, de ez mindenki számára elérhető lesz a következő év elejétől. Milyen folyamatok előzik meg adott esetben egy kar arculatváltását, vagy különböző beszélgetések keretén belül derül ki az, hogy hogyan fog ez kinézni? Mesélj nekem erről egy pár szót. Nyilván minden ilyen az igényfölmérésre kezdődik. Tehát megnézzük, hogy hol milyen, mi a helyzet a hollapokkal, hol mi a helyzet a levelekkel, hol mit használnak. És igazán a bosszantó az volt, hogy a szerencsétlen címerünket, már bocsánat az a kifejezés idézőjelben mondom, és a használat miatt mondom, hogy szerencsétlen, mert mindenféle formában elforgatva, mindenféle minőségben viszont láttam a különböző hivatalos iratokon, és igazság szerint ez egy olyan
történet, amit szerintem már egy ilyen nagy múltú kar, mint a juhászó pedagógus képzőkar nem engedhet meg magának. Tehát nyilván az arcati kézikönyv az arra is jó, hogy egyrészt megkapják ezek az egységek a jó minőségű, jó felbontással ezeket a képeket és összeket így használják egységesen. Tehát ne legyen egy címer az egyik helyen így fordítva, úgy fordítva, ilyen színnel, olyan színnel, hanem erre egy arcati kézikönyv kell, hogy adjon irány vonalat. És amikor fölmértük ezeket az igényeket, megnéztük, akkor láttuk, hogy hát egy kicsit bajban van a kar, tehát hogy itt egy átfogó, nagyon komoly munkára lesz szükség, és hát nyilván a grafikus, a következő az igényfelmérés után nyilván a grafikus kollégával elkezdődött a tervezés, és az arcati kézikönyvnek kezdtük a logó újra tervezésével, elővettük a régi színeket, de egy kicsit leporoltuk, kicsit több színt, árnyalatot tettünk hozzá, hogy azért a mai világnak is megfeleljünk, mert ugye eredetileg két színe van akarnak, az arany és a sötétkék, de ezeknek különböző változatait is beépítettük, hogy használható legyen. És hát a grafikai munka volt a leghosszabb, tehát ez tartott legtovább, és hát utána még minden ilyen dolog az át kellett, hogy menjen a kari vezetésen először, majd aztán a kari tanácson, amely egyhangulag elfogadta ezt az arcati kézikönyvet, és hát ugye azt gondolnánk, hogy a munka itt leáll, de hogy áll-e, innentől kezdve kezdődik az, hogy külön intézetenként, tanszékenként még egy testre szabott arculatot adjunk, és hát ez fog reményeim szerint megtörténni a jövő év elején. Említetted a színeket is. Vannak esetleg ezen kívül olyan arculati elemek, amik mondjuk a régi Juhász Gyulás évekből megmaradtak? Természetesen nyilván a sokat emlegetett címer, én azt nagyon-nagyon szeretem, és én azt gondolom, hogy az egy nagyon exkluzív dolog, ami egy kar számára nagyon fontos. Egyébként Szegfű tanár úr tervezte a karunk egykori oktatója, vezetője, történt tanszék vezetője volt, és én azt gondolom, hogy az egy nagyon nagyon fontos, hogy egy karnak legyen egy ilyen állandó kapaszkodója. Ehhez nem is nyújtunk hozzá. Természetesen adtunk hozzá tanácsokat, hogy hogyan használják, mert amit említettem, ez azért kicsit méltatlanul is lett használva igazán össze-vissza. Tehát megmaradtak azok a dolgok. Nyilván az általános színek megmaradtak. A sötétkék arany, ez azért végigkíséri a karunkat. Ez egy kicsit le is van osztva egyébként a karok között Szegeden, hogy ki milyen szín, mi a sötétkéket kaptuk. Nem is tudom, hogy mi miatt annak idején a sötétkék és az arany, de én 23 éve vagyok itt, én azóta ezzel szembesülök, hogy ez van. Nyilván ehhez nem nyújtunk hozzá, finomítottunk. Tettünk hozzá még színárnyalatokat, hogy változatosabban tudjuk elkészíteni azokat a úgymond sablonokat, amiket majd megkapnak a karok, hiszen lesz az okleveleknek sablonja, lesz a meghívóknak, mindennek egy sablon, tehát megkönnyítjük a dolgát az arcati kézikönyvet használó őknak tulajdonképpen. Nyilván megmaradt az épület grafikonja, amit háttérben használunk. Tehát, hogy amikor arcolati kézikönyvről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy nem szégyen azokat a dolgokat átvenni, amik jól működtek. Sajnos kevés minden működött jól az arcolati kézikönyvben, de ami használható volt, azt átvettük. Nem akartunk egy teljes szín, grafika megváltoztatását, hiszen azért még egyszer mondom, voltak, amik szerintem jól működtek. Ugye nagyon felgyorsult a világ. Hogyan tudja követni mondjuk adott esetben a kommunikációs iroda ezt a gyors információ áramlást? Hát pontosan úgy, ahogy az arcati kézikönyv. Tehát alapvetően nyitni kell, és minden olyan kommunikációs csatornát használni kell, amivel eljuttatjuk az információkat. El kell fogadni azt, hogy nekünk a hallgatókhoz kell elsősorban szólni, hiszen, hogy is mondjam, belőlük élünk tulajdonképpen oktatóként, nem mindegy, hogy mennyi hallgató jön ide, és hát kíméletlen verseny zajlik manapság a hallgatókért, és ezzel is szembesültem rögtön, amikor átvettem az irodát, hogy ebben is meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek biztosítják egyáltalán a kar jövőjét, és ehhez minden információs csatornát használni kell. Ugye jelenleg az internet az, amin tájékozódnak a diákok. Ma már azzal szembesülök, hogy míg én az én időmben el nem tudtam képzelni, hogy én monitorról tanulok, ma már nem vesznek jegyzetet a diákok. Ugyanígy a hírek szempontjából
legelőször leültem, számolgattam, hogy újsághirdetések mennyibe kerülnek, aztán gondolkoztam, hogy ugyanazért az összegért mekkora mozgósítást tudok megvalósítani az interneten, és szépen fordultunk e felé, hiszen azt gondolom, hogy pont ez a lényeg egy kommunikációs irodának, hogy megtalálja azokat a csatornákat, ahogy eljutunk. Jügyus leszek csoport, stb. Olyan ötletek voltak, közös ötletek egyébként akár a hallgatói önkormányzattal, akár a rendezvényszervező irodával, amelyek ezt biztosították. Kicsit ebbe besegített az egyetemi kommunikációs iroda is, néha, és ezekkel is tudtunk élni, és azt gondolom, hogy meg tudtunk szólítani egy elég nagy tömeget, látszott a nyílt napokon is, hogy emelkedett a létszám, többen vannak itt, tehát én ezt úgy veszem, hogy nyilván több emberhez jutottunk el, és az arculati kézikönyvben is külön fejezet az internetre használt elemek, grafikai elemek, amik jóval színesebbek, mint ahogy már mondtam, az úgynevezett idézővetett konzervatívabb kiadványok, vagy levelek, vagy hivatalos levelek, hiszen nyilván egy hivatalos leveleken azért nem lesz több szín és nem lesz több variáns, míg mondjuk hadd ne mondjam ki a nevét, hogy ne reklámozzam, míg ezeken a de hát különben meg ki lehet mondani, hát nyilván Facebook és az Instagram az, ami most leginkább működik. Ott egy lényegesen szabadabb, lazább, hallgatóbarátabb, fiatal barát grafikát, arculatot valósítunk meg, hiszen ugye ott most már ott is azért áramlik az információ rendesen, tehát meg kell találni azokat a módokat, és ezt grafikával talán a legkönnyebb, azokat az optikai mágneseket, amelyek odavonzák a hallgatók szemét, és céltér az a hirdetés. Hál' Istennek nem akarom elkiabálni, meg sem dicsekedni, de ahogy látom, eljutunk, és működik, oda-vissza kommunikáció, kérdeznek, nagyon gyors a válasz lehetőség most, hál' Istennek, amióta használjuk ezeket a csatornákat, úgyhogy mindenképpen egy fölfrissülést hozott a kar kommunikációjába. Említetted, hogy januártól lesz ugye elérhető ez az arculati kézikönyv. Milyen folyamatok vannak még hátra? Miután elfogadta a karvezetés az arculati kézikönyvet, nyilván ott egy irányt adtunk, hogy hogyan fogjuk ezeket használni. Innentől jön a kicsit még nagyobb munka, amikor minden intézetre, minden tanszékre külön rá kell szabni ezt az arculati kézikönyvet, hiszen azért vannak olyan intézetek, amelyeknek van külön logója, vannak olyan intézetek, amelyeknek már van egy fajta múltja az arculat használatban, és ezek közül, ami jó, szintén megpróbáljuk átvenni. Tehát, hogy tulajdonképpen testre kell szabni ezt az arculati kézikönyvet minden egység, minden intézet, minden tanszék számára, ez zajlik jelenleg is, és én nagyon remélem a január, ha nem is rögtön az eleje, de a január folyamán ezt szépen lassan egyesével megkapják, és ezt valahol úgy kell elképzelni, minden intézet kap egy csomagot. Tehát kap egy letölthető csomagot, amelyben benne lesz egyrészt maga a szabálykönyv, tehát maga az arculati kézikönyv, a maga hogyan használjuk mit és hogyan ne használjunk története, és ezen kívül mindazok a formanyomtatványok, amelyeket általánosságban használ egy-egy intézet, oklevelek, levelek, borítékok, és a többi, és a többi, ezeket is megküldjük számukra. Ezt ma nagyon leegyszerűsítem, úgy kell elképzelni, hogy amikor egy Word dokumentumot megnyit majd az adott intézet vezetője, akkor ő neki már csak a levelet kell beírni, hiszen mindent tartalmaz maga az a Word dokumentum, és hát nyilván a nyomtatás után megjelennek ezek az arculati elemek, tehát neki nem kell foglalkozni azzal, annyi segítséget adunk, hogy mi nem azt várjuk, hogy mi megmondjuk, hogy legyen, és akkor csináld meg te, hiszen nem grafikusok ülnek az intézetekbe, döntő többségében, talán kivétel a rajztanszék, ahol ezt ők meg tudnák oldani, a többi helyen ez azért nehézségükbe ütközne. Tehát mi mindent elkészítünk, egy nagyon kényelmes rendszert próbálok bevezetni, vagy akarra bevezettetni, hiszen azt gondolom, hogy ekkor tudunk célt érni, mert nagyon nehéz lenne célt érni úgy, hogy na nesztek, csináljátok meg, és akkor nem tudják megcsinálni, akkor megint ugyanott tartunk, ahol pont a régi időkben, amit én szerettem volna eltörölni, hogy mindenki tudta, hogy ugyan a címet kell használni, csak mindenki össze-vissza esetlenül használta. Ezek a sablonok, amiket mi elkészítünk az intézetek számára, ezt meg fogják akadályozni. Én nagyon sok sikert kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nektek pedig köszönjük, hogy minket néztetek. Sziasztok!